Lehet azt mondani, hogy a történészek számára, és én most itt a trianoni 100 éves évfordulóra gondolok, izgalmas volt, nagyon izgalmas volt ez az év, vagy azért inkább egy olyan átlagos? Én azt gondolom, hogy minden évforduló felfokozott érdeklődés a közönség részéről, ha mondhatom ezt, és a szakma részéről is. Miközben az a véleményem, hogy nem csak és nem szabad évfordulókhoz kötni a kutatási feladatainkat és valaminek a bemutatását, de a 100 esztendő, vagy az 50, 25, 50, 75, 100, 125, ez mindig egy meghatározó. És sajnos Trianon 100 éve történt, és nem az a sajnos, hogy 100 éve történt, hanem az a sajnos, hogy megtörtént. És természetesen ilyenkor nagyobb lendületet vesz a kutatás is, és ha belegondolunk, már a 100. évforduló előtt létrejött az akadémián egy lendületkutató csoport Ablonczi Balázs vezetésével, trianoni kérdés feldolgozására. Az évente négyszer, mikor, hogy megjelenő trianoni szemle foglalkozott korábban is ezzel, és a történészek nagy része is, hiszen azért elég sok munka megjelent Trianonnal kapcsolatban, de mindig lehet új dolgokat találni, és mindig lehet új nézőpontot keresni, és előkerülhetnek olyan források is, amelyek egy picit módosítják a meglátásunkat, vagy a Trianonról kialakított képünket, ami nem fog módosulni szerintem. Egy vesztes világháború után Magyarországot nem csak legyőzték, vagy nem csak veszített a háborúban, hanem a békeszerződésben, amit nyugodtan nevezhetünk diktátumnak, egyúttal meg is alázták. Tehát nem csak arról van szó, hogy a vesztes elvesztett valamit, és a veszteségnek kiáró idézem, mondom, jutalmat kapta meg, hanem megalázták. És úgy érzem, hogy egy megalázás az sokkal meghatározóbb. A másik pedig, ha belegondolunk itt az év kapcsán, és talán itt is előjött azért már, de korábban is utaltak erre a kollégák, vagy akár magam is, hogy a döntéshozók, akik 1919-20-21-22, mondjuk vegyünk 22-ig ezt az időszakot, meghozták a döntéseket, kialakították a versailles-i békerendszert, a 30-as évek közepén rájöttek arra, hogy ez a békerendszer azért nem egy olyan stabil, mint ahogy ők gondolták, és azért tettek bizonyos engedményeket. Ha Németországgal kapcsolatban vesszük ugye a brit-német flotta egyezményt, adott esetben nézzük a Szárvidéknek ugye Németországhoz való visszacsatolását, vagy ugye népszavazás útján, a Rújvidéknek korábban a demilitarizált övezet helyzetének a megváltozását és sok minden mást. Az olaszok által felvetett gondolatot, hogy át kéne gondolni, talán lehetne itt bizonyos helyeken igazítani, és ha belegondolunk, 1938-ban a müncheni egyezményben az igazi első látványos megváltoztatása történik a versailles-i békerendszernek, bár most lehet, hogy tévedek, mert arra gondolok, hogy a német-osztrák egyesülést, amit ugye Anschlussnak nevezünk, és az osztrákok már ugye mint negatív történet, vagy negatív dolgot említenek a történetben, miközben 38 márciusában boldog a százezrek és milliók ünnepelték azt, hogy végre a nagy német testvérhez csatlakoznak, mert 18-19-ben az volt az álom, hogy Németország és Ausztria egyesüljön, és legyen egy nagy birodalom, idézve a megcsonkítottból, a két megcsonkítottból is, de a békeszerződések, amelyek ugyanen diktátumok voltak, megtiltották. Ausztria nevéből még a németet is ki kell tenni, mert Deutsche Ostereknek nevezték. De visszatérve ide, tehát én azt gondolom, hogy Trianon kapcsán ezek azok a kérdések, amiket érdemes előhozni, és nem arról van szó, hogy a trianoni békediktátumot meg tudjuk utólagosan változtatni, hiszen azóta volt egy 47-es párizsi békeszerződés, amelyik felülírta a Trianont, mitől még három települést el is vett Magyarországról. Sokkal inkább arról van szó, legalábbis az én meglátásom szerint, hogy próbáljuk feldolgozni azt a tragédiát, én is a tragédiának tekintem, ami a magyar nemzet életébe bekövetkezett, és próbáljuk valahogy fenntartani ennek az emlékét, annak, hogy létezett egy másik Magyarország, független annak erényeitől vagy hibáitól, mert nyilván mindegyikből volt. És na, bocsánat, miért kell ennek fenntartani az emlékét? Mert ugye pontosan azok, akik nem örülnek annak, hogy állandóan Trianonról beszélnek egyes történészek, azok azt mondják, hogy minek a múltba visszatekinteni, 100 éve volt, nem lehet megváltoztatni, tudomásuk kell venni. Én nem azt mondtam, hogy meg tudjuk változtatni, de nem szabad a nemzet emlékezetéből és a múltjából ezt kitörölni. Hiszen ha valaki mindenféle elfogultságot félretesz, amennyiben meg lehet ezt tenni, és mindegy, hogy ezt minek nevezük, hogy baloldali, vagy jobboldali, hívő, vagy ateista, és így tovább, akkor tudomásul kell venni. Én így látom, nem kell elfogadni az álláspontomat. Trianon nélkül a 20. és a 21. századi magyar történet a jelent, amiben élünk, nem lehet megérteni. Mert egész másként alakulhatott volna ennek a nemzetnek a sorsa, ha nincs Trianon, pontosabban, ha van egy tisztességesebb Trianon. Nem állítom azt, hogy akkor nem alakulnak így az események, és ugye ez a nagy problémája egy történésznek, beleérte magamat is, hogy azt mondjuk, hogy a múlt eseményei megtörténtek,
azokon változtatni nem lehet, esetleg a bemutatásukat lehet árnyalni és lehet másképp tenni, de mégis elővesszük a ha kérdését, miközben azzal indítunk, hogy nem lehet azt mondani, hogy ha. Na most én magam is ebben a csapdába estem ezután a mondat után, és azt mondom, ha az akkori döntéshozók 1920-ban legalább részegít elfogadják annak az előterjesztésnek, ajánlatnak, javaslatnak, fölvetésnek, amelyet a magyar békedelegáció vezetője Aponyi Albert megfogalmazott, amikor azt mondták, hogy azok a területek, amelyek úgymond színmagyar területek, maradhassanak Magyarországnál, vagy a kialakítandó új Magyarországnál. A vitatott területeken legyen népszavazás, és mi eleve előre elfogadjuk a népszavazás eredményét. És ilyenkor szoktam mindig hozzátenni, és elmondom most is, el tudjuk képzelni 21. századból visszatekintve, hogy a csalóköz magyarsággal szinte 100%-ig magyarok éltek, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Szabadka, Királyhelmec, Dunaszerdahely, polgárai vagy nem polgárai, attól, hogy paraszt emberekről van szó, vagy klasszikus emberekről, úgy szavaztak volna magyar létükre, hogy ők a csehszlovák létrejövő csehszlovák állampolgárai akarnak lennek, vagy nem tudnak más uralkodót elképzelni, mint a román királyt. Ez képtelenség. És ezt a magyar közvélemény és a politika elit is tudomásul vette volna. Nem akarok senkit megsérteni vele. De nyilván másként esett az elvesztése Árva vagy Túróc, vagy nem tudom melyik vármegyének, ahol valóban 1-2%-nyi magyar élt, és tudomásul vettük, vagy tudomásul vették volna eleink, hogy ez bekövetkezik. És nem csak arról volt, hogy a kétharmada eszik el az országnak Horvátország nélkül, hanem az, hogy olyan területek vesznek el. Ha bele gondolunk a csehszlovák államba, a csehek, a szlovákok, a németek és a magyarok majdnem hasonló lélekszámot vagy arányt alakítottak ki, akkor mi történt? És mi van Trianonban? Ugye azt mondják, hogy egy elavult szerkezetű osztrák-magyar monarchiát, egy birodalmat kellett úgymond szétszedni, mert hogy egy nemzetiség volt, meg a nemzetek börtön, ezek a szamárságok elhangzottak jobbról, balról, vagy akár Lenintől is, de mindegy. A dolognak az a lényeg, hogy mi történt? Egy nagy, egyébként szerintem működőképes reformokra nyilván rászoruló birodalom helyett egy sok nemzetiségűből csináltak sok, jóval kisebb, rosszabbul működő, sok nemzetiségű országot. Mert melyik lett úgymond nemzetiségektől mentes, bár ez nem egy szép szó, Magyarország és Ausztria. A délszláv állam, amelyik akkor szerb-horvát-szlovén királyság volt, hány nemzetből állt össze? Romániában a románok mellett nagy számban magyarok vannak, németek, ugye szászok vagy a szatmári svábok, most mindegy, de németek, és ott volt még másik kisebbség. Az a létrejövő csehszlovák államban németek, a szudéta németek hatalmas területen, csehek, szlovákok, magyarok, ruszinok, vagy egyesek ukránoknak mondják ők inkább rusznak, de vannak lengyelek is. És ugyanez Lengyelország esetében. Tehát ilyen értelemben nem változott a helyzet, csak kiiktattak Európa közepéből egy kiegyensúlyozó feladatokat is ellátó nagy birodalmat, egy nagy országot, az osztrák-magyar monarchiát, amelyik lélekszámában és területében is meghatározó volt, amelyre mondom azt, hogy lehetett volna nyilván, vagy ráfért volna adott esetben a reform, vagy a változtatás, de ilyen változtatási elképzelések voltak. Ha valaki megnézi, hogy milyen tervek voltak, hogy lehetne egybe tartani, természetesen a nemzetiségek, a nagyobb nemzetiségek egy része, hogy ezen belül is még előjogokat kívánt volna, de nem ez következett be. Vagy vegyünk egy másikat, független attól, hogy Jászi Oszkárnak kiról kinek mi a véleménye. De amikor fölmerült Erdély lehetőség, és Magyarország Jászitól függetlenül a békedelegáció is elfogadta volna az önálló Erdély létezését is, ahol a román, a német és a magyar, most székenek vagy magyarnak mindegy, de mondjuk ez a három nemzet, bár a székelyeket néha egyszer így számítják, egyszer úgy számítják, attól függ, hogy a statisztikában hol mutatna jobban, vagy mennyire hátrányos ez nekünk. Svájci módon ugye ez lett volna Kelet-Svájca, volt egy ilyen elképzelés. És ezek a, hogy mondjam, nemzetek, vagy nemzetiségek Erdélyben egyébként együtt éltek a birodalmon belül, tehát a németek, a románok és a magyarok is. De hát a regáti románságnak, a román királyságnak, nem csak Erdélynek román lakta területére fájt a fog, ezt kell mondanom, hanem gyakorlatilag ők úgy látták jónak, vagy úgy gondolták, hogy a Tiszáig kell ezeket a területeket megszerezni. Korábban említette, hogy az ilyen évfordulók arra is alkalmasak, hogy esetleg új megvilágításba kerüljenek történelmi események, például Trianon kapcsán, vagy felmerüljenek új adatok. Volt idén olyan, ami az ön számára is újdonságot hozott, vagy esetleg még meg is hökkent és meg is lepődött, mert valamelyik kollégája valamit kikutatott Trianonnal kapcsolatban?
Lehet, hogy furcsa, amit mondok, igazán nagy újdonságokkal a magam részéről nem találkoztam. Tehát ezt fehéren-feketén ki lehet, vagy lehet állítani, vagy ki lehet mondani, legalábbis én így látom. Lehet, hogy most kollégák, akik kimondottan Trianon történetével foglalkoznak, neheztelnek ezért, de én azt gondolom, hogy részeredmények jönnek és dolgok. A másik pedig az, hogy Trianonnal kapcsolatban ugye azt kell mondanom, hogy sajnos számos legenda él, és hadd mondjak egy mai példát. Egy Ausztráliából itthon élő ismerősöm, aki nagyon régóta itt van, most visszament volna, de nem tudott a járványhelyzet visszamenni, átküldött egy e-mailt, ahol amiben ugye nem is tudom melyik bírósághoz fordultak tényleg, ugye, és akkor írtam neki, hogy Miklós több éve kering az interneten, hogy őszentsége a pápának ilyen meg olyan bírósága, a mesékről feledkezzünk meg. Tehát feledkezzünk el. Tehát a mi álmaink és a vágyaink sokszor megfogalmazódnak, és ott van a probléma, én úgy érzem, hogy azt gondoljuk nagyon sokan, nyilván beleértve magamat is, ha másik egy kicsit elfogultabb Trianon kapcsán, akár pozitív, akár negatív értelemben, ő nem akarja ezt a helyzetet elfogadni. Pedig Trianon egy olyan tragédiája ennek a 20. századi magyar nemzetnek, amely tragikus mi voltában összeköthetne bennünket, hasonlóan pozitív értelemben 1956 kapcsán. 1956-ban a forradalom és szabadságharc, vagy én úgy szoktam mondani, népfelkelés, forradalom és szabadságharc időszakában sokféleképpen gondolkodnak ennek a nemzetnek a tagjai, meg a határon kívülre szorult magyarok, akik a szabad ügymenet szurkoltak ezért az országért, de egy dologban egyetértettek, hogy egy új Magyarországot, egy másikat akarnak, egy később kiderült egyértelmű kommunistáktól mentes Magyarországot, és egy dologban mindenki egyetértett szinte, aki még úgymond baloldali volt, vagy a Nagy Imre, a ruszkik hazába. Na most Trianonban egyet kellene abba értenünk, ez egy tragédia volt. Mondhatjuk mi azt, hogy ez a tragédiához hozzájárult az, ugye mindig jönnek ezzel, hogy a magyar uralkodó osztály, ami egy nevetséges kifejezés szerintem, bűnös politikája, meg a nemzetiségi politika, a legszaponyi, és így tovább. Na most, ha megnézzük azokat a törvényeket is, ezektől a szlogenektől eltekintünk, akkor azt kell mondani, hogy valóban bizonyos helyzetekben hátrányosan érinthetett nemzetiségeket, de adott is cserébe valamit. Tehát nem az volt, hogy elvett valamit. És én azt gondolom, hogy Trianon tragédiában egyet kellene értenünk, és nem szabadna a másikat azért, hogy mondjam, bírálni, pontosabban kritizálni lehet, a kritizálni és bírálni szerintem különböző kategória, vagy el lehetetleníteni, mert ő másként vélekedik erről. Vannak, akik azt állítják, hogy egy erős haderővel meg lehetett volna ezt a helyzetet változtatni, és 18 után nem lett volna. Én úgy gondolom, hogy Károlyék elég sok hibát elkövettek, én nem tartom őt egy komoly kvalitású politikusnak, főleg nem államférfinek, de azt nem állítottam soha, és most is azt mondom, hogy ő úgymond hazaáruló lett volna, sokan képzelik. Károly egy naív és hozzá nem értő figura volt, akit a sors és az idő oda dobott, hogy egy székbe vagy egy pozícióba kerüljön, és 1919 márciusában saját maga is rájött már arra, hogy valami rossz irányba mozdultak a dolgok. Mindig szoktuk említeni, vagy néhányan említjük legalábbis, beleérte magamat is, hogy amikor 1919 márciusában Szatmárnémetibe a székely hadosztály ott lévő alakulatai előtt elmondja, hogy nem, soha nem fogok aláírni egy olyan békeszerzést, amelyik ezt az országot szétszaggatja. Hát azért gondoljuk el, hogy olyan nagy, vagy olyan elvetemült politikusai nem voltak annak a országnak, akinek az lett volna a lényege, hogy az akkori Magyarország más legyen. A kérdés az volt, hogy ennek a megtartását mekkorában, milyen be lehet egyébként megtartani, és kit milyen felelősség terhel, ez megint egy másik kérdés a különböző folyamatokban. Nyilván mindenki felelős a cselekedeteiért, vagy Szabó Dezső szerint, hogy minden magyar felelős minden magyarért, de ugyanígy én azt szoktam mondani, hogy minden hatalmon lévő politikus, vagy a politikai életben megnyilvánuló személy felelősséggel tartozik, de a felelősség és a bűnösség kérdése nem ugyanaz. Tehát azt nehezen tudom elmondani, vagy magam nem így látom, hogy Magyarországon lettek volna hívei annak a politikának, hogy Magyarország megcsonkuljon, elvigyék a területeket, és jól járjunk, nekünk nagyon jól jön Trianon. Már egyszer azt mondtam szomorúan, és valaki félreértette, ha azt nézzük meg, hogy mit szerettek volna elérni, a szomszédos államok, az utódállamok, vagy a megnövekedett nagyságú államok, akkor Trianonnal még jól is jártunk, mert a románok a határt a Tiszánál képzelték el. Benes úgy gondolta, hogy egy széles koridor kösse össze Pozsont Zágrábbal, és a szerbek is el tudták volna képzelni Pécset és környékét, még az akkori szerb-horvát-szlovén királyságot. Gondoljunk bele, erről a területről 1921. augusztusában vonulnak ki.
Tehát ilyen értelemben, és ne értsék félre a kedves és a tisztelt hallgatók ezt a mondatomat, hogy Trianonnal ahhoz képest, amit szántak nekünk a szomszédok, jól jártunk. De ez a jól járás egy óriási tragédiát jelentett a nemzet számára, és ezt nem győzöm ismételni vagy hangoztatni, hogy Horvátország nélkül elveszíti területének kétharmadát, magyar nemzetiség vagy magyar lakosságának egyharmadát, és ez az egyharmad méltatlan körülmények között kell, hogy éljen a szomszédos országokban. És ez a nagy tragédiája Trianonnak. Ha már említette a történész szakma megosztottságát, vagy utalt rá, nem tudom, hogy ez más országokban is mennyire jellemző, de itt azért nagyon. Hogy mi annak az oka, hogy például a 20. századi történelmi alakok akkora megosztottságot hoznak ebben a szakmában, a magyar történettudományban, miközben mondjuk az 1800-as évektől visszamenőleg, akár Deák Ferencet említhetném, vagy Kossuth Lajost és a többieket, nincs ekkora ellentét a történészek körében. Szerintem túlzottan közel van még ez az időszak, tehát vannak még átélői, megélői, túlélői ezeknek az időszakoknak, tehát ha a 30-as, 40-es, 50-es, 60-as éveket vesszük, hát magunk is már mondjuk a Kádár rendszernek egy időszakát megéltük és azt átéltük, ez az egyik probléma. A másik pedig az, én ezt mindig el szoktam mondani, és most így látom, hogy a 80-as évek végén a történész szakmán belül valahogy nagyobb volt az egyetértés, akkor is másként láttunk bizonyos dolgokat, de nem ellenségnek tekintettük a másikat. Most úgy érzem, hogy nagyon sokszor ellenségesnek tekintenek meg egymásokat. Én ezt saját magam, a saját bőrömön tapasztaltam, és ezt soha nem titkoltam, és azt mondtam, hogy én tudomásul veszem, hogy mások miként vélekednek rólam. Azt a hangnemet, amit velem szemben megengednek, én másokkal szemben nem engedek meg, és ismétlem az arszpolitikámat, az úriember nem jobb és baloldali kategória, az úriember úriember. És az úriember másként viselkedik. De ez egy személyes vagy egy mellékszál ilyen értelemben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a történelmi személyiség, vagy általunk történelmének nevezett személyiségek életútja is teljesen egyenes, és csak fehér vagy csak fekete. Vannak helyzetek, amikor olyan cselekedettet hajtanak végre, vagy olyat tettek, amire ott érdemes odafigyelni, amire büszkék vagyunk, és vannak, amikor nem. Most mondjak egy példát, hogy itt a 20. században az utóbbi időszakban általában két szemét emel neki, Horthy Miklóst és Nagy Imrét. Legalábbis amikor, mint vitatott szemét, egyik vagy másik, vagy nem tudom már hány oldal van, mert ez is szamárság, hogy oldalakba gondolkodunk. Én Nagy Imre kapcsán azt szoktam mondani, hiszen magam is Somogy megye szülötte vagyok, vagy Nagy Imre is, ugyebár én egy kis faluban, Törökkopányban, pedig Kaposváron született, hogy Nagy Imre 1945 után gyakorlatilag a Rákosi rendszer kiépítésében aktív tevékeny szereplő, közreműködő, nemzetgyűlés elnöke, belügyminiszter, begyűjtési miniszter, miniszterelnök és így tovább. De az utolsó pillanatban, amikor a forradalom és a szabadságharc leverését követően választania kell a nemzet és az eszme között, ő a nemzetet választja, és ezért Nagy Imrét én tisztelem, de én azt mondom, és ezért én kaptam hideget, meleget, hogy nem Nagy Imre a forradalomnak bizonyos értelemben a vezér, aki az ő nevével indul, és az ő neve jelenik meg, hiszen Nagy Imrét a kormányba és így tovább, de az események őt meghaladják, és az első napokban Nagy Imre miniszterelnöksége a felkelők vagy a forradalmárokkal szemben megy, a statáriumtól kezdve minden mással, és ő szerintem sodródik az eseményekkel, de az a tisztességes emberi kiállás és hozzáállás, amikor az életem függ attól, hogy valamit megteszek annak a hatalomnak, amelynek korábban részese és fölépítője voltam. És mégis az életemre azt mondom, 62 éves koromban, ha jól emlékszem, ugye az életkorát, amikor kivégzik, akkor az nem egy kis dolog, és ezt nem szabad elfelejteni. De azt se szabad elfelejteni, hogy mit tett. Vagy ott van Horthy Miklós, akinek a megítélése alapvetően 1919, tehát fölépítették egy nagy fehér terrornak, senki nem mondja, hogy nem voltak atrocitások, és a különítmények nem követtek el törvénytelenséget, de nem Horthy Miklós biztatására, lehet, hogy bizonyos esetekben szemet hújt fölötte, de az ő megnyilatkozásai szerint később értesült rá, vagy amikor értesült rá, akkor visszafogta, meg kell nézni a fővezérként kiadott parancsait és így tovább. A másik pedig a magyarországi zsidóság második világháborús tragédiája. Ez az ő személynek a megítélésében. És itt vannak a viták állandóan, hogy Horthy mit tudott, mennyit nem tudott, ha tudott róla, akkor miért nem tette. De nem tudjuk, legalábbis én nem tudom meggyőzni a vitapartneremet, és ők sem egészen engem arról, hogy most ő ezt már tudta ekkor és így tovább. Én mindig azt szoktam mondani, hogy érdekes, Horthy mindent tudott már, közben Stalin, Roosevelt, meg Churchill és így tovább, még nem tudtak semmit, vagy nem tettek érte semmit. Tehát itt van, és itt vannak a választó vonalak, és azt gondoljuk, hogy az általunk
bemutatni szándékozott személy, az csak jó vagy csak rossz lehet. Ha másikról ír róla, akkor az csak rossz lehet. Most egy nagyszerű könyvet olvasok, Feld Pista egykori egyetemista társamét, aki Rákosiról írt egy nagyon jó könyvet, most éppen ezt olvasom, nem az én korszakom, de 45 utáni történelmet szerettem volna kezdetben foglalkozni, és sok mindent olvastam róla. Tehát nagyon érdekesen mutatja be azt a Rákosit, akinek ugye ő rendezte a sajtó alá másokkal együtt az emlékirat, és így tovább. Csak azt akarom mondani, hogy viszont vannak ilyen személyek, mint Rákosi, akit azért olyan sok pozitív jelzővel nem lehet ellátni. Tehát ő 1919-ben a két világháború közt várott az ideje nagy részét börtönben töltötte, majd a Szovjetunióban az emigráció és visszatérése után sok jót nem tett ennek az országnak. De róla olyan sokat nem is beszélünk érdekes módon. Tehát kiragadunk egy-egy szemét. Vagy az elmitett Horthy korszakból ugye ott van Bethlen István, aki már lassan kezdi megkapni azt az elismerést, ami szerintem megjár neki, hiszen egy kifosztott, megcsonkított országból nem egyedül, Horthy Miklós államfősége mellett, minisztertársaival, politikus társaival, de az egész magyar társadalommal a nulláról épített fel egy országot, ami az én meglátásom szerint, és az én ismereteim szerint az 1930-as évek végére Európa középmezőnyéhez zárkózott föl, és ez egy óriási tett volt. Ez az év azért az intézet életében, ugye talán 6 vagy 7 éve van Veritas, és sok újdonságot hozott, és egyre több intézmény kerül úgymond az önök fennhatósága alá, ha csak az 56-os intézetre gondolok, ha csak a kárpótlás és kárrendezési hivatal iratanyagára, stb. De most nem is erről kérdezném elsősorban, hanem egy olyan dologról, amiről szintén csak az utóbbi években is bizonyos történészek beszélnek, a kommunisták által elkövetett bűnökről és az ehhez kapcsolódó és a gulágra gondolok, a gulág emlékhelyekre kapcsolódó megemlékezések. Ezt azért kérdezem, mert ugye Cegléden, ha jól tudom, egy ilyen emlékhelyet fognak létrehozni, nem tudom, hogy ez hol tart ez a fejlesztés. Elindult a ceglédi emlékhely tervezése, illetve tervek elkészültek, remélhetőleg a kivitelezés is hamarosan elindul. Ez az egész ötlet vagy gondolat onnét jött, hogy amikor a kormány gulág emlékévé nyilvánította, ugye ezelőtt 2015-re, ha jól emlékszem, ugye 1944-től számíthatnánk, hiszen 44-től hurcolták már az embereket, és ugye a Málenki robotra és az elhurcolás tovább is tartott, tehát a gulág emlékév, hogy így mondjam, kitolódott, tehát nem egy esztendőtől lehet fel, akkor a Veritas Történet Kutató Intézet is vállalt magára olyan feladatokat, amelyek szorosan kapcsolódtak ehhez a tematikához. Kiállítást készítettünk, amelyet vándoroltattunk az országba és a határon túl. Sára Sándor gulág témájú dokumentumfilmjeiből válogattunk össze az egyik egykori Duna televíziós kolléganőm Pintér Judit segítségével egy válogatást, amelyet úgy terveztünk, és remélem, hogy be is tartották az ígéretüket azok, akik vállalták ennek a továbbítását, hogy minden középiskolába, iskolába juttassunk el egy ilyen csomagot, hogy amikor a történet tanár kollégák erről a témáról beszélnek, akkor egy-egy DVD-n, ha nem is az egészet, mert nyilván itt hosszú filmekről van szó, de részletet bemutathassanak, és akkor fogalmazódott meg az igény, és született meg egy döntés a kormány részéről, hogy emléket kell állítani azoknak, akiket a Málenki robotra hadifogságba vittek el, és akik onnét a gulágra kerültek, mert itt tisztázni kell azt is, hogy a gulág és a gupfi, ez két külön dolog. A gupfi ugye a hadifogolytábor, a gulág pedig egy politikai elítélteket büntetésére létrehozott táborrendszer, ugye a hadifogolytáborok is hatalmasak. Tehát Magyarországról több százer embert hurcolnak el, polgári személyeket is, és nem csak katonákat, és kerülnek a gupfi táborokba. Utcáról. Az utcáról is, és akiket elítélnek, azok pedig kerülnek a gulágra. A gupfi táborokból és a Málenki robotra elhozottak ugye 3-4 év alatt hazatérhetnek, a gulágra elítéltek utolsó csoportjai 1955-ben kerülnek haza, és én azt gondolom, hogy egy nemzet számára rendkívül fontos, hogy ezeknek az embereknek az emlékét is megőrizze. És azért került, hogy milyen Cegléd a középpontban, mert itt gyakorlatilag Közép-Európa, de Magyarországnak biztos egyik legnagyobb gyűjtőtábora volt az ottani laktanyában, huszár, illetve páncélos laktanyában, ahol sok tízezer személy fordult meg, katonák és civil személyek is, és itt szeretnének, vagy szeretnénk, többes számot használtunk, egy olyan emlékhelyet létrehozni, amely bemutatná mindezt a történetet, hogy miként is alakult 1944 őszétől, amitán a szovjet csapatok Magyarországra jöttek, és Magyarország területét elfoglalták, megszállták, az ország lakóinak egy részének a sorsa, és milyen volt az ő helyzetük és a sorsuk az akkori Szovjetunióban, és mi történt velük a rendszerváltoztatás után. És most gondoljunk bele, és én ezt többször elmondtam, hogy vajon ezek az emberek a Szovjetuniótól, vagy az utódállamaitól
nem kellene, hogy kapjanak valamilyen kárpótlást, akár anyagit, akár erkölcsit, nem hiszem, hogy ez megtörtént volna. A magyar állam természetesen a lehetőségeit képest, miközben nem a magyar állam szállítja ki őket és viszi el Fogsánin keresztül többnyire az akkori Szovjetunió területére, amit lehetett megtett, és ugye épp itt a levéltárunk, amelyik a Veritas Történet Kutatóintézet részét képezi, ugye létrejött egy levéltár, a kárpótlási kárrendezési hivatal iratanyagát kaptuk meg, amelynek levéltárról valaki alakítása megtörtént, vagy folyamatban van, kutatható a levéltár, több mint 13 kilométer iratanyagról van szó, és úgy gondolják el ezt a kedves hallgatók, hogy az A4-es géppapírt ugye egymás mellé rakják, és így kijön több mint 13 kilométer, azért elég sok az. Na, a lényeg az, hogy ez az emlékhely készül, nagyon szép tervek készültek róla, tehát amiket megterveztek az építészek, és gyakorlatilag, hogy így mondjam, a belső világát is most tervezik, és én azt gondolom, hogy rövidesen elindulhat a kivitelezés. A Veritas Történet Kutatóintézet nem kivitelező és nem megrendelője ennek a projektnek, bár nem szerettem ezt a szót, de így illik napjainkban mondani, vagy projekt, hogyha ugye műveltemnek akarok látszani, hanem mi üzemeltetői lennénk, és a szakmai hozzáértésünk, azért a szakmai munkánkat adjuk hozzá, értem ez alatt azt, hogy miként alakuljon ki ez a terv, majd miként nézzen ki a belső megjelenés ennek az épületnek, hogy ott legyenek kutatási lehetőségek, hogy oda, amit mi nagyon szeretnénk, hogy oda a magyar fiatalok döntő többségre legalább egyszer eljusson az életébe, hogy megnézze, hogy elei nagyszülők vagy a dédszülők mit kellett, hogy megéljenek, hogy nézett ez ki. És én nagyon szeretném, de ez nem rajta múlik, és nem a Veritáson, hogy mondjuk 2022-ben vagy 2023-ban meg is nyíljon ez az emlékhely, mert úgy gondolom, hogy ennyi idővel, a tragikus események után megjár az emlékezés és a tisztelet ezeknek az embereknek. Gondoljunk bele, elvittek itt 14, 15, 16 éves lányokat, fiúkat is, vagy idősebbeket is. Kezdetben elvitték azokat, mert ugye az volt az első, hogy a németek, mert azok a bűnösök elsősorban. És a németeknek tekintették adott esetben a német nevű magyarországi zsidókat is, nem kevesen kerültek ugyanígy el. Arra is volt példa, hogy a koncentrációs táborról hazatérőket, mert hiányzott a transportból valaki, bevágták oda, és elkerült a guppi táborokba, vagy adott esetben a gulágra. És ezek az emberek megérdemlik a tiszteletet, és ez a múltunk részét képezi, és nagyon sok honfitársunk, különböző becslések vannak, mert számoknál mindig csak a becslések kerülnek elő, pontos adatok nincsenek, mintegy 300 ezer halottról szólnak a becsléseik, ott maradtak. Vagy már a kiszállítás közben életüket vesztették, vagy ott a táborokba, és néhányan volt, akiket ki is végeztek, elítéltek, mert olyan higiéniás körülmények voltak, és olyan életkörülmények, amelyeket, ahogy mondani szokták, erős, egészséges ember sem biztos, hogy túlélt volna, és aki hetekig utazik, hogy eljusson egy táborba, ahol nem kap élelmet, vizet, épp hogy odaér, kilókat veszítve a testtömegéből, és ott szigorú munkára fogják. Hadd mondjak egy ilyen hadifogoly történetet néhai Lajtos Árpád barátomról, aki egy vezérkari tiszt volt, vezérkari rendőrként fejezte be a háborút, és szovjet hadifogságba került, egyébként Dajka Margitnak, a kitűnő színésznőnek volt a férje, és nagyon sokat beszélgettem vele, amikor a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban dolgoztam, hozzá hasonlóan, vagy mások is katonatisztek, és ő, ha jól emlékszem, 3 évig volt kint, és kérdeztem tőle, hogy Árpád bátyám, hát hogy volt ez a hideg, mert ugye ő a második hadsereggel is kint harcolt 42-43-ban a Donnán. És jönnek ugye, hogy egyszer mínusz 40 fok meg ennyi, azt mondta nekem, figyelj Sándor, mínusz 20 fok után nincs jelentősége a hidegnek, legfeljebb annyi, hogy mennyi idő alatt törik le a füled. Na most ilyen körülmények között kellett dolgozni ezeknek az embereknek, és kellett teljesíteni bizonyos normákat, és ezért valami mérhetetlen silány ellátásban részesültek. Egyébként azt mondták, hogy valahol az őreik is hasonlóan foglyok voltak, csak hát nyilván nekik azért több jutott, és nem éheztek, és így tovább, de elképesztő körülmények között éltek, és én azt gondolom, hogy ez az emlékhely nekik kell, hogy emléket állítson, és ami nagyon érdekes, és remélhetőleg nagyon szép lesz, itt a laktanyában, amikor ez egy hadifogolytábor, gyűjtőtáborként működött, nagyon sokan a épület tégláiba véstek be üzeneteket, arra, hogy meddig vannak itt, honnét jönnek, és ezeket egy részét megőrizték, és egy ceglédi férfiú ezek nagy részét megőrizte, és Bognár Zalán történész kollégámmal föl is dolgozták, és kiadtak egy könyvbe ezt, és nagyon szeretnénk, ha ezekből a téglákból bekerülhetne, rossz ez a kifejezés, így mondom, illusztrációként ebbe a emlékhelybe, hiszen ahogy a könyvben is látszik, és hogy a kollégáim is elmondták, gyakorlatilag
nem csak magyarok vannak itt, mert van ott olasz felirat, német felirat, más is, akik ott szenvedtek, és onnét kerültek ki később a Szovjetunióba. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan nemzeti mementó, nemzeti emlékhely lehet bizonyos értelemben, mint Mohácsi csatatér az emlékhelyjel, ahol ugye most újabb kutatások vannak, vagy remélhetőleg szebbé, amennyiben ez a kifejezés mondható ebben az értelemben, varázsoló Recsk esetében, ugye az a büntetőtábor, az a tábor, ahol sok százan töltötték a büntetésüket a Rákosi rendszerbe, és itt ez a hely, ahol sok tízezren fordultak meg ebbe a táborba, és ez lenne az emlékeztető arra sok százezerre, magyarra, civilre, katonára, vagy polgári személyre, vagy katonai személyre, férfiakra és nőkre egyaránt, akik megszenvedték a Guppit vagy a Gulágot. Ha már ezt említette, ugye az is nagyon sokszor szóba kerül történészekkel, hogy nem kell persze számháborúzni, de azért a totalitárius rendszerek mekkora károkat okoztak, és a nyugat-európai ember, az átlagember nem véletlenül állt sorba annak idején a Terrorháza Múzeum előtt, mert viszonylag keveset tudott a kommunisták rémtetteiről. A holokausztról már ők szinte mindent tudnak. Hogy látja, hogy hol tart ez a folyamat, hogyha egy átlag európai embert nézünk, képes-e azt felfogni, hogy Sztálinék, Leninék, és egyáltalán mindenhol a világon a kommunista rezsim hány tíz, hány százmillió embernek okozott tragédiát? Nincs szinte olyan család ma Közép-Kelet-Európában és a Szovjetunió, volt Szovjetunió területén, ahol ne lennének érintve az emberek, de erről a nyugatiak még mindig keveset tudnak, nem? Több mint keveset tudnak, hogy így fogalmazzak, mert nem ismerték és nem tapasztalták meg ezt a rendszert, és nem jártak ott, nem látták ezt. Tehát ők adott esetben látták, ha most vegyünk egy német példát, a Balatont, mert itt a keletnémetekkel és a nyugatnémetek, ahogy mondták, akkor pedig mind a ketten németek voltak, tehát a keleti ország részben élő és a nyugati ország részben élő rokonok találkoztak, és ez volt számukra meghatározó. A holokausztal és az európai zsidóság tragédiával találkoztak természetesen, mert a németek által megszállt országból, Franciaországból, Hollandiából, Belgiumásról elvitték, elszállították a zsidókat. De ők nem találkoztak azzal, hogy Magyarországról a Szovjetunióba több embert hulcolnak el Málinkai Robot vagy hadifogság, mint amennyi magyarországi zsidót elszállítanak koncentrációs táborokban a németek 1944-ben. Ezzel nem szembesültek. A másik pedig ugye ők azt látják a Szovjetunióban, az akkori Szovjetunióban, egy jó darabig, akik, ez ugye egy klasszikus mondás, már bocsánatot kérek, nem klasszikus, hanem egy régi mondás, hogy akik segített legyőzni a fasizmust, miközben Németország nemzeti szocialista, tehát nem fasizmusról kéne beszélni, de ugye azt szokták, meg antifasiszta koalíció, azt látják, hogy a britekkel, meg az amerikaiakkal együtt a szovjetek ugye a nemzeti szocialista Németországot elsöprik, és bennünket úgymond szabaddá tesznek. De ezekben az országokban, Franciaországban vagy Olaszországban, a 45-ben hatalomra kerülő kormányokban vannak kommunisták, meg vannak kommunista pártok, de nincs olyan befolyásuk, és más a nyugati kommunizmus, már bocsánat, hogy így fogalmazok, mint amit itt Európa másik felén megtapasztaltak és értettek. És 1956, és bocsánat, hogy ide előre szaladok egy pillanatra, épp nagyon sok úgymond nyugati kommunistának nyitja föl a szemét, amikor rájönnek, hogy mit ér, ott hagyják a pártot, neves értelmiségig és így tovább, tiltakoznak ez ellen a rendszer ellen, mert ez egy másik rendszer, és ezt kéne bemutatni. De ők nem azt fogják tudni bemutatni Belgiumban, meg máshol Dániában vannak ilyen ellenállási, meg nem szabadság múzeumok, ahol a német megszállás elleni tevékenységet próbálják bemutatni, és én azt mondom, néha kicsit fölnagyítani, mert ugye Holland, a Waffen-SS-ben azért volt holland alakulat, volt belga alakulat, voltak dánok, voltak norvégok, és lehet, hogy többen, mint az ellenállók közöttük. Tehát ez egy másik kérdés. Tehát ők nem erre, nem ezt tekintették fontosnak, és van egy másik dolog, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Én így szoktam mondani, Teherán, Jalta, Potsdam, ez a három helyszín meghatározta a világ és ezen belül Európa sorsát, amikor is felosztották a második világháborúban, akkor még győzelemre készülő, később győztes nagyhatalmak a világot és a befolyási övezeteiket, és ha belegondolunk, érdemben a nyugati világ szlogeneken kívül, meg alkalmi fölháborodáson kívül semmit nem tett a kelet-európai országokért, vagy a közép-európai országokért, amelyek a Szovjetunió érdekszférájába kerültek, nem kívántak, ha így fogalmazok, a mi ügyünkért bármit is tenni, főleg ezért.
harcolni vagy vért áldani. Nagyon jól mutatott, hogy a rab nemzeteket kell támogatni, meg a Szabad Európa fölhívása, meg a Szabadság rádió adásai, és így tovább, mert lelkesen hallgatott egy fél ország, vagy egy ország, akinek rádiója volt, és rövid hullámot be tudta hozni Magyarországon, vagy Csehszlovákiában, vagy Lengyelországban, de igazán érdemben, ha megnézzük, a rendszerváltoztatás időszakáig 1989-90-ig soha érdemben nem lépett föl sem az Egyesült Államok, mert egy bipoláris világban egy másik nagyhatalommal kellett volna ütközni, és az ő érdekei, és egy esetleges tragikus háború, ami az egész világ számára tragédiát jelentett volna meg, nem érte volna meg nekik, és elnézést, hogy így fogalmazok, azért, hogy a magyarok, a lengyelek, vagy a románok, vagy a szlovákok, vagy a csehek, vagy adott esetben az úgymond a keletnémetek jobban éljenek, és egy másik világhoz tartozzanak. És ezt azok az emberek, akik ebbe a világban nem értek, nem fogják soha megérteni, nem értik meg azokat a filmeket, amelyek esetleg készülnek. Most mondjak egy példát, tényleg nagyon jó barátom volt Sára Sándor, akit nagyon rég ismerhettem, és kitűnő alkotónak és kitűnő embernek ismertem meg. Duna TV-nél sokáig dolgoztak együtt. Sokat köszönhetek neki. Amikor elkészítette a Vád című filmjét, amikor épp arról van szó, hogy egy erőszakoskodó szovjet katonák közül egyiket lelője az otthon lévő fiú, és utána milyen szovjet megtorlás lesz az egész család. De egy valós történetet dolgozott fel a játékfilmet. És ezt a filmet több dokumentumfilmmel együtt emlékezetem szerint 1996-ban elvittük, és így fogalmazott többes számba Finnországba, a Jyväskylä-i Egyetemen 56-os megemlékezések kapcsán, meg korábbi filmeket is. És döbbenet fogadta ezt a filmet, angol nyelvű felirattal ment, és azt mondták a finnek, hogy ők ilyen filmet a Szovjetunió szomszédságába élve, és ugye velük valamilyen formában a finlandizáció jegyében, ugye a belső viszonyaikat biztosítva nem mertek volna megcsinálni, és döbbenten nézték, hogy mi történt, pedig a finnek is tapasztaltak bizonyos dolgokat a szovjetek részéről, de még ez nekik is meglepő volt és döbbenetes volt, hogy miként zajlott 1944-45-ben Magyarországon a szovjet megszállás. Most ezt a filmet nem igazán értik meg Nyugat-Európában vagy a világ másik felén, ahogy nem dokumentum vagy nem történelmi filmek esetében sem igazán értik meg szerintem nagyon sokan azokat a közép-európai filmeket, itt elsősorban a cseh filmekre gondolok, amelyek szerintem nagyszerűek. Egy közép-európai ember a Sörgyári Kapricsótól kezdve sok minden mást nagyszerűen érzékel. Hirtelen akartam mondani, hogy volt egy nagyszerű vígjáték, és ugye a Senki nem tud semmit, azt hiszem, ha minden igaz, ez volt a címe, amelyik a Prága német megszállása időszakában játszódik, és számos, hogy Tűz van babán, vagy bármit lehet emlékezni, a szigorúan elnevezett vonatok későben. Mi ezeket értjük, mert ebben a világban éltünk. Ez egy amerikai farmernek, bocsánatot kérek, hát olyan túl sokat nem mond, vagy nem biztos, hogy megért. Lehet, hogy tetszik neki, hogy pecsételnek, ugye, vagy bélyegzőt, vagy bár az pecsét, mert ugye a bélyegző és a pecsét között nagy különbség van, használnak ugye a szigorúan elnevezett vonatokba, különböző jelentekbe, de nem biztos, hogy azt megértik, hogy milyen ez a világ, amiben élünk. És ezt azért mondtam el, mert ugyanígy nem értik meg, hogy mi az a kommunista. Amerikában nagyszerű kommunistának lenni, vannak néhány százan, vagy lehet néhány ezren, semmi gondjuk, bajuk ezzel nincs, senkit nem érdekel, senkit nem tudok befolyásolni. De itt egy rendszer épült föl, amelyik megnyomorította a lelkeket. Nem csak fizikai megnyomorítást szenvedett az az ember, aki esetleg megpróbált ténylegesen ellene tenni, hanem a lelkeket nyomorították meg, és elveszítettük a tartásunkat, elveszítettük a gerincünket, és azok, akik ezt megpróbálták valamilyen formában megakadályozni, fölléptek ellene, napjainkig igazán nem becsüljük meg őket. És ezt tartom a leglényegesebbnek, hogy akik 1945 és 56 között is kiálltak, azok a hadapród iskolából kikerült növendékeket nem avattak tiszté, de összeesküvést szőttek a fennálló Rákosi rendszer ellen, és elítélték őket. Közülük néhányan 56-ban, amikor szabadulnak a börtönből, kiszabadítják őket, fegyverrel harcolnak a Korvin ködben vagy mások, az ő emléküket meg kell őrizni, és ezeket példaként kell mutatni azok számára, akik nem ismerik 56-nak és ennek a magyar nemzetnek azt a törekvését, amik a szabadság iránti vágyban fogalmazódott meg. Elérkeztünk az utolsó témánkhoz, 2 perc maradt a beszélgetésből, de muszáj megkérdeznem, mert ön is említette, hogy a kárpótlási és kárrendezési hivatal iratanyagai is a Veritashoz kerültek, és hamarosan kutathatók lesznek. Kívülállóként úgy gondolom, hogy miután itt a rendszerváltás körüli időszakról van szó, és mesés meggazdagodásokról szólnak legendák most már évek óta, hogy esetleg a hiteles
tényeket is megismerhetjük, hogy valóban úgy történtek-e a kárpótlások, kárrendezések Magyarországon, hogy abból a legtöbb ember kimaradt, de néhányan nagyon-nagyon jól jártak. Én ezt nem tudom azt mondani, hogy ezekből az iratokból ez kiderülne, vagy ez derül ki, szerint alapvetően arról van szó, hogy a vagyoni kárpótlás, ahol minden család beadta az elvesztett földért, az elvett földért, a házért, vagy a második világháború alatt meghurcolt magyarországi zsidóság túlélő tagjai a kárpótlásért a hadifogságból visszatértek, és így tovább, vagy a termelőszövetkezetek földárverési dolgait lehet megtolni. De az, hogy adott esetben a kínóint, vagy nem tudom, bár lehet, hogy épp a kínóint nem adták el, vagy és így tovább, ilyen nagy gyárakat miként és hogy privatizáltak, az ezekből nem fog kiderülni, legalábbis az én ismereteim szerint. Ha tévedek, akkor elnézést kérek mindenkitől, és tiszta lapok kerüljenek, vagy hogy mondjam, piszkos lapok kerüljenek elő tiszta kezek nyomára.